a nagyon jó hangulatát, pont ez a frissesség adja. Egy évvel ezelőtt Korombai István vezetése alatt alakult meg a Székesfehérvári Diáktanács. Az első tanévben a fiatalok meghatározták az ügyrendet, sportprogramot és szakmai napot szerveztek. Az ígéretek szerint mindez a következő időszakban is megmarad, az új elnök azonban több rendezvényt és erősebb kommunikációs stratégiát szeretne. A kommunikáció fejlesztése a diákok között, illetve az iskolák között, de fontos célunk az, hogy megismertessük a fehérvári lakosokkal, hogy létezik ilyen Székesfehérvári Diáktanács, és bármikor tudjanak hozzánk fordulni a diákok bármilyen problémával, illetve észrevétellel. A város ifjúsági tanácsnoka szerint a Diáktanács első éve sikeres volt, és Mészáros Attila bízik abban, hogy a szervezet a 2013-as emlékévben is bizonyítani fog, hiszen az önkormányzat a programok megvalósítása során komoly szerepet szán a fiataloknak. Komoly feladat lesz majd 2013-as emlékév tekintetében, hogy mi nagyon szeretnénk, hogyha a lehető legaktívabban részt venne ebben az emlékév programjaiban a Székesfehérvári Diáktanács. A Székesfehérvári Diáktanács csütörtöki alakuló ülésén megválasztotta az elnökséget, és meghatározta az idei feladatokat is.